És most egy kicsit a házasság hetére fókuszálunk. Az átkötés azért annyi a drága püspök atya szentbeszédével kapcsolatban, hogy az a említett sokat szenvedő püspök társa mondta azt, hogy minden találkozásotok a feleségetekkel, férjetekkel legyen olyan, mint egy diákszerelmi randevú, ez az egyik. És a másik pedig az, hogy mindig nyugodtan mondjad meg neki bátran, hogy ma jobban szeretlek téged, mint tegnap, és holnap jobban foglak szeretni téged, mint ma. Röviden szeretnék beszélni ennek kapcsán az örök szerelem titkáról. De mielőtt az örök szerelem titkáról mondanék egy pár gondolatot, hadd osszam meg veletek egy élményemet, ami pontosan 9 napja ért engem, Nigéria közepén, ahol misszióban voltam, ez most már az 5. orvosi misszió, amit oda Isten kegyelméből szervezünk. Megmondom, szombat reggel volt, mi egy katolikus kórháznak, a katolikus egyháznak a egyik kórházában dolgozunk ott a misszióban. Minden reggel 6-kor mise van. A kórház alkalmazottainak a 80%-a benn lakik a kórházban, tehát együtt él mondjuk így a betegekkel, és a misék látogatottsága az egy olyan 70-80%-os, a reggeli 6-os misének a látogatottsága dobbal, tánccal reggel 6-kor hihetetlen élő hitet tapasztal meg ott abban a borzasztó afrikai szegénységben. De én ott szombat reggel 6-kor egy eléggé elszontyolodott állapotban voltam. 2 oka volt ennek. Az egyik az, hogy pont 5 éves évfordulója volt a 10 éves kisfiunk, akkor 10 éves kisfiunk égi születésének. Azért az embernek ilyenkor följönnek az emlékek, és egy kicsit úgy el tud szontyolodni. A másik erősebb ok az volt, hogy az előtti héten 8 beteget operáltam, abból 2 borzasztó nehéz agydaganat volt, nem tudtam, hogy hogy lesznek, tudtam, hogy aznap elmegyek, ott hagyom a betegeket, a missziós váltásom még nem érkezett meg, tehát egy ilyen rossz, bizonytalan érzés volt bennem, hát ugye eléggé kiüresedve ültem ott. És ott, ahogy az első sorba ültem, ez a itt a képen látható Krisztus szobor nézett velem szembe, és hát tényleg úgy ki voltam üresedve, mondjuk úgy, hogy egy kicsit úgy elkeseredve. Úgy eszembe jutott, hogy van-e értelme ennek az ember feletti erőfeszítésnek, mert tényleg annyira pici a csepp a tengerben ez. De tudom, hogy Teréz anya azt mondja, hogy cseppek vagyunk a tengerben, de a tenger is cseppekbe áll. Ez a tudatos kereszténység, ez nagyon jó, csak ettől nem biztos, hogy állandóan vidám vagy, és tudod sugározni az örömöt. Hát úgy ültem, és ránéztem erre a szoborra, és egyszer csak azt vettem észre, látjátok ott a messziről nem látni, bal kezével a szívére mutat, és a jobb kezét így tartja az Úr, és egyszer csak így elkezdett nekem egy párat inteni, hogy nyugodj meg, Andriskám, ez az utad. Még rám is mosolygott. Ma a karmelita nővéreknél voltunk, elmondtam ezt az élményemet, azt mondták, hogy ez egy valószínűleg egy paramisztikus élmény, amire bizony oda kell figyelni. Én minden esetben nagyon megnyugodtam, és fölmentem, utána levizitáltam a 8 beteget, mindegyik jól volt, hála Istennek. Aztán eljöttem nyugodtan, és kaptam azóta értesítést, hogy köszönik, jól vannak ezek a betegek. Miért olyan fontos, visszatérve az örök szerelem titkához, hogy legyen egy ilyen erős élő kapcsolat, legyen egy párbeszédes megragadottság a bennünk élő Krisztussal? 3 kulcs
mondjuk így titka van az örök szerelemnek, amire annyian vágyunk, és amikor mondjuk az Erzsébet híd alatt 15 éves koromban mi a Danival eldöntöttük, hogy együtt fogjuk leélni az életünket örök szerelemben, hát ez úgy könnyű akkor 15 évesen kimondani. Ilyen ígéretet, elköteleződni egy ígéret formájában azért az nem olyan nehéz, pláne fiatalos évvel, igaz? Tehát kell az elköteleződés, ez kétségtelen. Aztán a másik, ami szükséges az örök szerelemhez, a szerelemhez, az a intimitás. Itt nem feltétlen csak szexuális intimitásra kell gondolni. Azt kell mondanom, hogy ez se olyan nehéz, az úgy kialakul, ez is könnyen kialakul egy házas párnál, vagy akár még egy párkapcsolatban is. A harmadik a nehéz, az, hogy megtartani akár 90 éves korodban is a szenvedélyes szerelmes szeretetet. Ez a legnehezebb. Hogy tudod, hogy válik a másik megunhatatlanná? Mert az kell a szenvedélyes szerelem szeretetnek a fenntartásához. A jó értelembe vett szenvedélyről beszélek. Hát úgy válik megunhatatlanná, hogy föl tudod ismerni benne Krisztus arcát, Szűzanya arcát, Isten, Szent Háromság, egy Isten arcát. Föl tudod benne ismerni nap, mint nap. És akkor egyre jobban nap, mint nap tudod szerelemmel szeretni a szentségi házastársadat, de akár lehet még ez egy diákszerelem. Csak a diákszerelem az úgy könnyű, az úgy magától jön. Fiataloknál úgy nem, szóval az egy más dolog, mint amikor mondjuk az ember 75 éves, vagy akár 70, vagy 90. De hogy lehet az, hogy én minden, hogy én fölismerjem a másikban Krisztus arcát, az Isten képmását? Hát az csak úgy lehet, hogy magamba is föl tudom ismerni. Na, és akkor itt érkeztünk el a kulcskérdéshöz. Hogyan ismerem fel magamban a Krisztust? Hogyan hallom meg? Hogyan láthatom meg, hogy tényleg intett nekem, hogy nyugodj meg, András, minden rendben van. Jó úton jársz. Nagy kérdés. Mindnyájan tudjuk, hogy a gyermekkori hit az a legprofibb hit. Azt kell, hogy mondjam, egy 2 éves gyereknek a hite, a szívből jövő hite, talán bizony profibb, mint akár a Szentatyáé, vagy bármelyikünké. Hát aztán elmegy a gyerekkor, jön a kamaszkor, ott van nagy rezgés, ugye. Tehát valamilyen szinten ezt a gyermekkori hitet mindnyájan elhagyjuk, elveszítjük. Tulajdonképpen utána az egész életünk arról szól, hogy a tudatosság útján hogy tudjuk visszaszerezni ezt az elveszett gyermekkori hitet. Persze, ott jön a csodálatos tanítás, a tudatosság útja. Ugye? Megtanuljuk, hogy van Isten, meg is tanuljuk, hogy van Isten, de azért jó lenne tapasztalni is, de nagyon fontos a tanulás. Megtanuljuk azt, és a tudomány is igazolja ezeket a lépcsőfokokat. Múlt héten voltam egy asztrofizikai előadáson, hallgassátok meg, ha így beütitek, hogy Raffai Péter, csodálatos előadást tudtok hallgatni a YouTube-on a teremtés fizikájáról. És bizony, a tudománynak nem célja, hogy kimondja a Biblia igazságát, de az célja, nem ez célja, hogy rávezesse. És az, hogy most már minden asztrofizikus csillagász, legyen az hívő vagy nem hívő, egyetért abban, hogy a világegyetem tágul az univerzum, és ebből egyenesen azt következik, hogy volt egy kezdet, volt egy kezdeti pont, és arra vonatkozólag, hogy mi volt az, ami ősrobbant, senki nem tud semmit, és nyilvánvaló ez rávezet minket arra, hogy kezdetben volt az ige. Tehát Isten rászólt a semmire,
és lett az az első pici kis anyagi részecske, vagy végtelen energiatartalmú részecske, ami aztán ősrobbant, és elindult a világegyetem. Tehát a tudomány rávisz, rávezet a Bibliára. Ugyanúgy rávezet azt, hogy az Jóisten rászól az anyagra, lesz az első élő sejt. Ugyanúgy rávezet titeket a tudomány arra, hogy a Jóisten rászól az élő világra, és megjelenik az ember, és rászól arra a megtermékenyített petesejtre, az édesanyád méhében, és abból lesz a te emberi személyed, mert az nem, hogy te emberi személy vagy, azt nem a szüleinktől kapjuk, erre is van tudományos bizonyíték, az egypetélyű ikrek, aki ugyanaz a genetika, ugyanaz az óvoda, ugyanaz a neveltetés, ugyanaz a ruhaviselet, minden, és már 2-3 éves korban látszik, hogy teljesen két különálló emberi személy. Tehát a tudomány igazolja a misztériumot, de ez még mindig csak a tanult hit. A tudomány igazolja ma már a feltámadást is. Ha belegondolunk a turini lepelbe, vagy belegondolunk a történelemtudományba, vagy éppen a legegyszerűbben a pszichológia tudományára, hogy olyan nincsen, hogy 12 egyszerű halászember, 11, bocsánat, egy ekkora átverésért, egy ekkora blöffért, egy ekkora hazugságért vállalja a legborzasztóbb, legnehezebb vértanú halált. Ugye ez teljesen ellenkezik az emberi alaptermészettel. Tehát a tudomány rávezet arra, hogy bizony a feltámadás így van, és ott vagyunk már az evangélium közepén, végén, ahol arról is információt kapunk, és boldogok lehetünk, hogy nem tudunk semmit, ugyan sokat a mennyországról, de azért egy valamit tudunk. 3000 vallás hirdeti a lélek halhatatlanságát jelenleg a Földön. 3000 vallás van körülbelül. De egy sem hirdeti a test feltámadását. És úgy, ahogy az megtörtént. Tehát a jövőnk már megtörtént. És azt is tudjuk, hogy Jézus, amikor belép az utolsó vacsora termébe, ahol halat eszik velük, Tamás belenyúl a sebébe, Emauszi tanítványok átölelik, hogy valamit tudunk ahhoz arról a dicsőséges testről. Megölelhető. És nem úgy néz ki, ahogy pénteken 14:30-kor kinézett a kereszten. Felleli ifjúságát, felleli frissességét, így támad fel a testünk. Ott nem úgy fogunk kinézni, ahogy kahexiásan meghalunk egy kórházi ágyon, vagy egy bonzteremben vagyunk, mint test. Vagy nem úgy támad föl a Down-kóros fejlődési gyerek, rendellenességgel született gyerekünk, ahogy megszületett, hanem valóban úgy, ahogy az Úr eltervezte, megteremtette. Így látjuk majd viszont egymást, így tudjuk megölelni egymást. Természetesen a feltámadás ettől sokkal leírhatatlanabb, nagyobb dimenzió. Tehát szem nem láthatta, fül nem hallhatta, de azért jó érzés, hogy van egy ilyen minimum már benne. Ez se rossz, igaz? Ezzel is bőven kiegyezik az ember, amikor aggódik. Tehát nincsen semmi okunk félelemre, aggodalomra, nincsen okunk arra, hogy butaságokat, bűnöket kövessünk el, és a kutya fáját mégis képesek vagyunk félni, mégis képesek vagyunk bűnöket megtenni. Hiába tudjuk, hiába megvan az észnek a hite, a keresztény embernek is bizony vannak ilyen problémái, ami mindenkire vonatkozik. És azért, mert a tudás csodálatos, szép, de kellene tapasztalat, és ez a tapasztalat sokszor hiányzik. Az ilyen tapasztalat, amitről beszéltem ott a nigériai reggeli mise kapcsán,
kellene mondjuk így ilyen paramisztikus, vagy még mélyebb misztikus élmény, ahol a szíved is teli lesz hittel, nem csak az agyad, nem csak az eszed. Tehát ezek az utak vannak, hogy elérjük a bennünk lévő Krisztust, és ezáltal fölismerjük a házastársunkba élő Krisztust, fölismerjük a szizanyát, és akkor örökké szerelmes leszel a feleségedbe, vagy a férjedbe, akár 17 éves, vagy akár 97, teljesen mindegy. Kell hozzá a észhite és a misztikus tapasztalat. Könnyű erről beszélni, nézzük a saját dolgainkat, személyes tapasztalatról szeretnék beszélni. Ugye hatalmas diákszerelemmel indult a mi gyönyörű ígéretünk, és szépen minden rendben lent. Eldöntöttük 15 évesen, a Dani 14 éves volt, hogy össze fogunk házasodni majd, és így is lett. Egyetlen kis hiba történt, azt, hogy olyan 17 éves kor körül elhagytuk a templomot. Miért hagytuk el a templomot, és ez a mai gyerekeinkre, unokáinkra is mind vonatkozik. Az egyik fő oka a templom elhagyásának a mai fiatalok körében az, hogy nem hiszik el Isten végtelen irgalmasságát. Tehát nem hiszik el azt, hogy az, hogy én újra és újra elmegyek hétvégén buliba, és ismét berugok mondjuk, és szinte már a gyontató székbe tudom előre, hogy ez meg fog történni, akkor azt mondja az ember, hogy a kutya fáját, hát micsoda egy dolog ez, így ez nem megy, akkor inkább nem gyónok, nem áldozok, de ha meg nem gyónok, nem áldozok, akkor minek jöjjek a misére, hát akkor meg minek jöjjek a templomba. A másik ilyen nagy oka az elhagyásnak a szexuális az erős szexuális kötődés, ugye nem csak a lélek, hanem a test is nagy teret nyer. Ez is az ember tudja, hogy ezt valahogy nem javasolják az atyák, az evangélium se javasolja, mégis elkövetem a bűnt sorozatba, hát akkor nem áldozok, nem megyek, nem gyónok, akkor meg minek menjek templomba, nem megyek templomba. Mi történik azzal a sportolóval, aki valamikor olimpiai bajnok volt, mert arról beszéltünk már, hogy a gyermekkori hit az a olimpiai bajnok hit, ugye? De elhagyja az edzésmunkát. Természetesen, hogyha elhagyott edzésmunka után jön egy kihívó kihívás, mondjuk legyen boxról szó, keményen ki fogják ütni, hiába volt valamikor olimpiai bajnok. Hát ez sok házasság megtapasztalja, sajnos a mi házasságunk is megtapasztalta. Én voltam a gyenge láncszem, megmondom nektek sajnos őszintén, borzasztó rossz dolog ezt megvallani, de meg kell vallani. Tehát jöttek a gyerekek, már volt három fiúgyermekünk, kettő kamasz, egy kicsike, minden szép és jó, de bizony engem ütött ki a kísértő. És egy nagyon-nagyon nehéz 10 év jött a házasságunkban, ott még volt sajnos a családnak az elhagyása is, és egy nagyon nehéz időszak jött, de egyetlen egy szerencséje van az ilyen alakoknak, mármint az ilyen férjeknek, hogy a lelki ismeret az mindig szól. Krisztus homályos hangja mindig szól benned. És a másik szerencse, hogy nem jó a disznóolban, amit fölépítünk magunknak ilyenkor. Nem jó ott lenni. Tehát nem a hazaindulása nehéz. Az a nehéz, hogy az úton kitarts és otthon is maradj. Mert ilyenkor a kísértő nagyon beindul ellened. A legfőbb kísértési módszere az, hogy mi lesz a disznókkal. Mi lesz a baráti társasággal, akivel minden péntek este olyan jó berúgtunk. Mi lesz az elhagyott szeretővel? Nem szabad vele foglalkozni. Haza kell menni. Atyám, vétkeztem ellened. Ez az egyedüli dolog, amit ki kell mondani a tékozló fiúnak. A mély bűnbánat elvezet a misztikus tapasztalathoz.
amikor én ezen a nagyon rossz kacskaringón jártam, akkor is tudtam a katekizmust, akkor is tudtam azokat a dolgokat, amiről beszéltem neked. Az észhite az rendben volt, és mégsem ment. És mégis ugye mindig visszaesés, mindenféle bajok, család elleni vétek, gyerekek elleni vétek. Sajnos így tengettem az életemet bizony egy 7 évig, és az utolsó 4 év vált aztán végképp tragikussá. De valahogy éreztem, hogy rossz, és az, ami megtérdepeltetett az emberi oldalról, a feleségemnek az állandó megbocsájtó szeretete. Tehát avval nem tud mit kezdeni a benned élő gonosz. A megbocsájtó szeretettel nem tud mit kezdeni egy idő után. De nem biztos, hogy ez elég. Azóta sokszor vagyunk ilyen tanácsadásban, és azt látjuk, hogy sokszor nem elég a megbocsájtó szeretet. Kell még onnan fentről is egy segítség, ahhoz viszont icipicit ki kell nyitnod a szívedet, bűnbánatot kell tartani. Az én bűnbánatom egy keresztélménnyel érte a csúcsát, mondhatjuk ezt is egy misztikus tapasztalatnak. Az Úr Jézus arról a keresztről rám bólintott, így mondom nektek, rám légzett, és valahogy azt mondta, hogy menj és többé ne vétkezz, sokat bajlódtam már veled a kutyafádat. Arra invitálnám itt a Danit, hogy, és amikor ez elhangzott, abban a pillanatban kiegyenesedtem. Abban a pillanatban visszatért a diákszerelem, utána még született 2 drága gyermekünk, a 3 másik mellé, visszatért a szerelem, és azóta is úgy lobog, ahogy annak diákszerelem idejébe elkezdtük, de most már 20 éve 2 vagyunk 3-asban. Az ilyen szerelmi háromszög az nagyon ajánlott mindenkinek. 3-asban legyetek, ahol Krisztus a 3. Ott nem lesz soha baj. Azt érdemes, arra kérnélek, hogy a állandó megbocsájtást hogy lehet kibírni. Talán így ez a legjobb szó. Talán ennek a résznek ez a tanulsága. Amikor az emberrel ilyen nagy baj történik, nem biztos, hogy a legjobb utat választja csak úgy magától, hanem annyi harag fortyog benne a megalázottságában, hogy kihúzták a lába alól a talajt, érzelmileg, testileg, mindenféle szempontból ott marad a gyerekekkel, hogyha nem tudja, hogy kire hallgasson, hanem a világi barátnők hiúságára, hogy azt mondják, hogy ha te megbocsájtasz, akkor te vagy a női nem szégyene. Ez is felmerül az emberben, hogy egy ügyvédhez rohanjon, aki a másikat minden évből kiforgatja. Amíg nem találja meg, szóval ez egy hosszabb időszak, amíg a szószoros értelmében kiszenvedi magából az ember a helyes megoldást, az, hogy megtalálja azokat a tanácsadókat, akik egy Isten szerinti megoldást adnak. Rájön arra, hogy az ő férje az nem lehet más, mint akit az oltár előtt egymásnak hűséget esküdtek, tehát küzdjön azért, hogy ez a házasság, ami eddig működött, az ezután is működhessen. Tehát nem a másik megsemmisítése, mint egy ellenségi a cél, hanem annak a házasságnak a megtartása, ami a szentség. Nem is elsősorban a gyerekek, hanem ugye a szentség az a házasság. Amíg erre az ember rájön az első fájdalmában, az lehet, hogy egy hosszabb időszak, a lényeg, hogy találja meg a helyes tanácsadókat. És egy keresztény családban mindig lesz valaki, aki tanácsot ad, és Andrásnak a szülei is, a nagybátyja is, aki egy jezsuita pap, nem is hittem volna, hogy 75 évesen női praktikákkal és fortélyokkal tud engem segíteni, de tudott, mert úgy látszik a gyontató szék az erre is ad némi muníciót, és azt tanácsolta,
hogy ne váljon a kapcsolatotok egy elsárkányosodott kapcsolattá. Ha ti találkoztok, akkor éppen nem lakott otthon, akkor a ti otthonotok egy visszaváró, meleg otthon legyen. Te legyél csinos, ne legyél egy elhanyagolt, szomorú asszony, aki semmi másról nem tud beszélni, csak a saját bajáról, hanem a fazékban legyen mindig valami finomság, amit a férj is szeret. A gyerekek legyenek otthon, és egy olyan család legyen, amit nehéz otthagyni. És én nem azt mondom, hogy ez mindig sikerül, amikor az ember teli van fájdalommal, de összességében nagy erőket fordítottam rá, hogy megpróbáljak ennek megfelelni. Egy olyan szűrőn menjen át az ember cselekvés sorozata, ami megfelel a szeretet himnuszának. Ez nem könnyű egy házasságban megvalósítani, de mégiscsak célul kell kitűzni, hogy az ember megpróbáljon önzetlen lenni, és megpróbáljon megvizsgálni azt, hogy ami eddig történt, és amitől elromlott a házasság, még így is, hogy az András azt mondja, hogy ő tette meg a legnagyobb lépést, hogy ebből a házasságból válás legyen, arra kell gondolni, hogy biztos talán én is tettem valamit, ami nem jó. Nagyon, nagyon sok minden. Például ő azt mondta, hogy én sokat morzsáztam. Ez azt jelenti, hogy szóltam azért is, hogy ő morzsázva evett, mondjuk, mert ugye azt föl kell takarítani. Én megpróbáltam utána nem morzsázni, azaz apróságokért nem szólni, és lényeges dolgokért szólni. Tehát hogy a kapcsolatunkat ne terheljék ezek az apró cseprő dolgok, hanem gördülékenyen menjenek a napjaink. Ne hánytorgassam föl a múltat. Ez például egyáltalán nem volt nehéz megtenni, mert amikor az a férj, aki ugye elment az András által nevezett disznóba, és onnan visszafele jött, én azt láttam, hogy hamut szor a fejére, bocsánatot kér tőlünk, a családjától, a szüleitől, és megpróbál egy Krisztus szerinti életet élni, akkor az ember nem keresi a hibákat, hanem megpróbáltam én is ennek a törvénynek megfelelően feleség lenni, és azt láttam, hogy ő is megpróbál eszerint férj és apa lenni, és akkor nem olyan nehéz megbocsájtani, hanem örültem, hogy megbocsájthatok, és örültem, hogy a családunk újra együtt van, és ugyanezt az örömet láttam a gyerekeinken és a szüleinken is. Úgyhogy így nem volt ez egy olyan nagyon szörnyű dolog, és így utólag csak azt mondhatom, hogy nem az, hogy nem bánom, hanem boldog vagyok, hogy ez így megtörténhetett velünk, és ezután még két kisgyerekünk, egy kislány és egy kisfiú született. A kislány az egyedüli volt a családban, négy fiú mellett, úgyhogy ez egy külön isteni ajándék volt. Igen, tehát megtérésről volt szó, megtérésről van szó, és az ember, amikor a megtisztulás, a nagy megtisztulás mondjuk úgy lezajlik, akkor elindul a világosodás útján, így definiálja az egyházunk, és ez egy nagyon jó fogalom. Milyen ez a világosodás? Hát ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy belépsz ebbe a templomba úgy, hogy sötét van teljesen. És van mondjuk egy ilyen kis rádiótelefonod, vagy egy pupilla lámpád, és elkezdesz világítgatni. És mindig rávilágítasz valahova, hogy ú, de szép ez a részlet, jaj, de szép ez a kereszt, jaj, de szép ez az oltár részlet, de egyben nem gyullad még föl a villany. Tehát egyre több tantus esik le az evangéliumból, a szentbeszédekből, és úgy tágul, erősödik a hited minden tekintetbe. És ez egy csodálatos dolog, és közel jársz ahhoz, hogy egyre erősebb keresztény légy. Ennek itt a kísértés talán a vallásos gőg a legnagyobb, amikor az ember azt kezdi hinni, hogy ő valami különlegesen kiválasztott valaki, és külön, mint a többi ember. Ez egy nagyon nagy kísértés a hívő keresztények számára. Valahol azt hiszem én is ebbe a hibába estem 16 év után, és akkor jött
az úgynevezett második megtérés. Ugye minden tudsz már, volt tapasztalatod is, igaz? És mégis, amikor az élet belevisz mondjuk valami nagy szenvedésbe, kérek egy váltást? Igen? Akkor hopp, egyszer csak ott találod magadat, és nem tudsz mit kezdeni vele. Minket ez 5 éve ért el, ahogy már itt a bevezetőbe említettem, az emlékkel kapcsolatban. Hát meg kell, hogy mondjam nektek, ez egy elég nehéz dolog volt. Tragédiának tűnik, de majd mindjárt bebizonyítom, hogy nem az. Tragédiának tűnik, a 10 éves születésnapján, ami drága utolsó szülöttünket, akik olyan 47 évesek voltunk, amikor született ez a drága kis gyermek, ez a Marcika, a család szeme fénye. Képzeljétek el, otthon voltunk, vártunk a keresztszülőket, készek voltak a szendvicsek, minden. Megjönnek a keresztszülők, 4-6 magasságában, már sötét volt, mert február 2-át írjuk. Szólongatjuk a kisfiunkat, hogy Marci, gyere, itt vannak a keresztanyáik. A kislány fölment, hogy ott nincs ott, hát én kilépek az erkély ajtón, kicsit tovább lépek, és ott van egy régi medence, és ott volt annak a 20 centis vizébe hason fekve megfulladva. Hát ez egy borzasztó dolog, újraélesztés, minden, amit el tudsz képzelni, gondolhatjátok a teljes orvosi tudást bevetve, de tudomásul kellett venni, hogy ez a drága kisfiú meghalt. Azért született ez a kép, amit itt meg tudok mutatni nektek az újraélesztés után, már imádkozzuk a kis test fölött a rózsafüzért, mert egyszerűen a keresztapa kínjában, nem tudok mást mondani, kínjában lefényképezte, így maradt meg ez az utókornak, ezzel a halott kisfiunkkal. Ugye ilyenkor az tékozló fiúnak ott okozati össze... A tékozló fiú is szenved, az azért a szenved. Okozati összefüggés van. Maga hozta össze azt a történetet. Valakinek mondjuk volt egy 15 éves kemény alkoholos periódusa, hiába tért már meg 10 éve, egyszer csak érzékeli, hogy nagyobb a mája, és orvosok mondják, hogy barátom, baj lesz, máj, cirrózisod van, csak az átültetés segíthet. A bűneinknek visszük a követ. Mindenki megbocsájt mindenkinek, nincsen semmi gond, de viszed a bűneid következményét. Az ártatlanul beleesni a szenvedésbe, az egy más dolog. Ott valahogy nem, tehát ott nem ezt kell, hogy atyám fogad vissza atyám a házadba, hanem valahogy el kell jutni oda, hogy ki tudjuk azt mondani, hogy drága Istenem, nem tudom, hogy ez miért történt, drága Jézusom, de azt tudom, hogy te jobban szeretsz engem, mint én magamat, jobban szereted a kisfiamat, mint én magamat, jobbat akarsz neki, mint én bárkinek tudok akarni, úgyhogy valamiért megengedted, hogy ez legyen. Nem én vagyok az, aki ezt kétségbe vonom. Valamiért szabadott ennek lennie. És hogyha ezen az úton tudsz elindulni, előbb-utóbb meg fogod kapni azt a megtapasztalást, ami által a tragédia drámává szelidül. Mert mi van a drámában? Katarzis és utána felemelkedés. A tragédia az befogy ott, ahol van, azon a szinten. Nincsen belőle kijövetel. A drámából mindig kijössz, magasabb szinten egyesülsz az Istennel, magasabb szintű lesz a hited, magasabb szintűek lesznek az emberi kapcsolataid, még jobban szereted a házastársadat, a családodat, a gyerekedet, orvosként empatikusabb leszel, jobb gyógyító leszel, kreatívabb leszel, egyszerűen örömtelibb, boldogabb lesz az életed. Látod azt, hogy a szenvedésnek valóban van teremtő energiája, ahogy itt a püspök atya elmondta, és Isten szeretőknek minden a javukra válik, még a 10 évesen elveszhetett kisgyermeked halála is.
Személyes megtapasztalás. A püspök atyával személyes élményem van, mert mi előtte is már ismertük egymást, sokat találkoztunk, és hát fölhívtam, hogy szeretnénk hozzá elmenni a haláleset után, és nagyon sokat segítettek a könyvei, és ott az a személyes találkozás, és az a beszélgetés. Direkt ezért lementünk Kaposvárra. Nagyon köszönjük neked utólag is. Úgyhogy ezek csodálatos dolgok, hogyha ilyen lelki vezetők vannak az életünkben. Óriási segítséget, mert valóban közvetíti a Jóistennek a kegyelmét. De most 5 év telt el, és én itt ilyen mosolyogva állok, és azt mondom, hogy semmi baj. De azért az akkorám nem így volt. Másnap följött hozzám egy barátom, azt mondja, András, nyugodj meg, egy ígéret hangzik el az evangéliumban, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem jutok be a mennyek országába. Tehát nincs gond, Marci ott van. A drága gyóntató atya meg azt mondja nekem, Andriskám, ne irigyeld Krisztusról. Mondom, a kutya fáját, tényleg így van. Kellett ehhez idő. Megmondom őszintén nektek, hogy én abban az időszakban egyszerűen meg kell, hogy mondjam, hát úgy depressziós lettem, kivonultam a családi életből, otthon voltam, de ott ültem a szobámba, a munkámat valahogy épp, hogy megcsináltam, a nehezebb műtéteket lemondtam, és ott üldögéltem, és de ebben a hitben, és ezek a misztikus élmények, misztikus tapasztalatok, hadd mondjak, hagyosszak meg egy ilyet veletek, például ott álltam a igazságügyi orvoston előtt, a temetkezési vállalat előtt, a kis urnával a kezembe, egyszerűen nagyon ki voltam üresedve. A kiüresedés egy óriási nagy antenna, egy vevő az, hogy meghalt közvetlen a benned élő Krisztus hangját. És bizony rám szólt a kisfiú, hogy nyugodj meg, apu, Jézus karjaiba hullottam. Nagyon nagy misztikus, paramisztikus élmény. Egyszer az Úr Jézus szólt rám, hogy nem tudod, hogy velem van, amikor így voltam. Olyan szeretet állott abból a hangból, én azt nem tudom nektek itt leírni, visszaadni. Tehát bűnbánat, kapsz szívbéli megtapasztalást mély bűnbánatba. Ha mély szenvedésben, ha kinyitod a szívedet Isten felé, kapsz mély megtapasztalást, ami viszont kihúz téged ebből a gödörből, és egy magasabb szinten jössz ki ebből az egész nehézségből, az életed nehézségeiből, amivel belementél. Ami viszont számomra egy rendkívüli élmény volt, az, ahogy a feleségem viselkedett. Azt tudtam, hogy mindig, hogy erősebbek a nők, mint a férfiak, amikor ilyen nagyon nehéz lelki helyzet van, de azt, hogy ő, ugye a valakinek a családot ott ébre el kell, nem úgy kellett eltartania, de fenn kellett tartania. És bizony avval, hogy én ott volt a 4 gyerek, ott voltak a nagyszülők, avval, hogy én elvonultam a szobámba, és ott egész nap imádkoztam, amikor hazamentem, aztán lefeküdtem, ettől nem főtt még meg a krumplileves. És most ugye arra azt szeretném, hogyha elmondanád, Dani, hogy te honnan vetted ezt az erőt, hogy egy ilyen szörnyű nem, egy anyának elveszteni a gyereket, talán még annál borzasztóbb nincsen, látszólag. Ugye erről egy pár gondolatot. Abban az esetben, amikor egy családból egy ilyen haláleset kapcsán mondjuk az édesapa kiesik, mert a depresszió az egy betegség. Engem a Jóisten kérés nélkül is megsegített avval, hogy én nem estem ugyanebbe a betegségbe, és az pedig egy anyába, ebben biztos, hogy nem én vagyok egyedül, beleivódik már amikor várja a babáját, hogy felelőssége van, tehát az állapotbeli kötelessége, hogy a családot akkor összetartsa. A nagy gyerekeink is ilyetten néztek ránk, hogy mi lesz most velünk, mi lesz avval a családdal, aminek
a hajója léket kapott, hogy hogy leszünk mi boldogok, mi olyan boldogok, a gyerekeink is, hát egy öttagú család, öt gyerek mellett, egy héttagú családban mindig volt nevetés, vidámság, de hát most, hogy itt a legkisebb kis bohócunk kiesett, most mi lesz? Hát hogy lehet így tovább élni? Erre választ kellett adni. Erre nem szól nem csak a krumplileves, de a krumplilevest a szomszéd áthozta, és az embereken keresztül azért a Jóisten segíti a bajba jutottakat. Tehát mindig volt valaki, aki ilyen fizikális dolgokkal, mint például az ebéd, azokban az első nagyon nehéz napokban megsegített minket. De azt az ember érezte, hogy az én kötelességem az, hogy a gyerekek, amikor hazajönnek, a jelmezt legyen, aki megvarja, mert éppen farsangolt, aki meghallgatja a történeteket az iskolából, amik jöttek, vidámak vagy szomorú történetek, hogy oda figyeljek rájuk és a nagyszülőkre is. És ha az emberben ez nagyon erősen megvan, akkor a saját bánatát, szomorúságát imáiba folytja, és Andrással közösen imádkoztunk. Nem megy másképp. Nem megy másképp. Valakinek, nekem is el kellett mondani a bánatomat, én elmondtam a Jóistennek. Andrást megpróbáltam nem terhelni, mert azt talán még nagyobb terhet tettem volna rá. És a szüleink is, a gyerekeinkhez hasonlóan idős, 80 év fölötti nagyszülők romokba voltak. De a nagyobb gyerekeink is azért segítettek. Összeszedték a családot, elhozták hozzánk, és szinte minden nap egy vendégjárás volt nálunk, és a család így összefogva együtt tudta ezt átvészelni. Én azért azt nem tudom kimondani, hogy én most boldogabb vagyok, mint akkor, amikor a Marci élt. Ilyet nagyon nehéz ki, én ezt nem tudom kimondani. De az igaz az, hogy a családunk megtalálta a boldogságot, most is. És nagyon sokat beszélünk róla, az ő kis, apró, vicces hülyeségeiről, a kedves dolgokról, és nem tabusítottuk a személyét, hanem a nyaralónk falán egy 60 cm x 60 cm nagy kép van a falon, ahol az étkezőben ő velünk van, és gondolatban megemlékezünk a születéséről, a halála napjáról, és ez ugyanolyan fontos az egész család számára, és ez erőt ad nekünk. Ez egy vita tárgya köztünk különben, hogy mikor voltunk boldogabbak, most vagy akkor. Én szerintem a boldogságot egy dolog determinálja, mennyire vagy közel a Jóistenhez. Én úgy gondolom, lehet, hogy ő belőle a földi anya szólal meg, hogy minél közelebb vagyok a Jóistenhez, annál boldogabb vagyok. Engem ez a szenvedés, ez közelebb vitt a Jóistenhez. Tehát én ezt így élem meg. Lehet ezen, talán a teológusok majd eldöntik, hogy mikor boldogabb az ember, de én ezt így élem meg. A másik dolog még egy kicsit, ez most egy más irányt veszünk. Ugye beszéltem itt, sokat beszéltünk a mély imádságról, a csendről, a szemlélődő imádságról, visszalépni, elérkezni a lelkem mélyére, meghallani Krisztus homályos hangját. Arról is beszéltünk, hogy egyrészt ehhez segít a tudatosság útja, a tanult hit, segít a bűnbánat, segít a szenvedés, segít az ilyen közösségi élmény, mert az is úgy viszi előre, svungot ad a hitednek, megérkezel oda legmélyre a valós énedbe, odaülsz a Szent Háromságnak a asztalához. De miért olyan fontos ez még, és azért a Jóisten praktikusan teremtette meg mondjuk az imát, vagy a vele váló kapcsolatot. Amikor te elérkezel a lelked mélyére, ott nem csak a hitigazságokat ismered fel. Tehát nem csak Krisztus, nem csak a szűzanyát, nem csak őt hallod meg, hanem az igazságot ismered fel, meg a szeretetet, meg az irgalmat. De most én az igazságról szeretnék egy kicsit beszélni.
És ez az igazság, ez nem csak a hitigazság, hanem a saját munkád, életednek az igazságai a szeretet fényében. Tehát ne csodálkozz azon, hogy egy mély imádságban kapsz te egy olyan gondolatot, amivel a hétfő reggeli tárgyalást jobban tudod vezetni. Vagy egy tudományos ötletet, vagy egy gyereknevelési problémának a megoldását, vagy egy házassági problémára a megoldást, egy párkapcsolati problémára a megoldást. Tehát ebbe a hit és a tudomány, mert ezek mind tudományok, ezek borzasztóan így ebbe a régióba összekapcsolódnak. Hadd mondjak ebből egy példát a saját idegsebész életemből. Kérek egy párral tovább menni? Még kérem. Úgy, maradjunk itt, köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes dolog, hit és tudomány. Amit itt láttok távolról is, aki távolról nem látja, elmondom, ez egy boncterem rajzban. Miért érdekes ez? Azért, mert vannak olyan szakmák, vannak olyan manuális szakmák, amelyek nem megtanulhatók asszisztensi oldalról. Például a szívsebészet is megtanulható, mert mi az első meg a második asszisztens is dolgozik. Tehát leasszisztálok több ezer műtétet, én is fogom tudni. De a mikroszkópos mély vagy endoszkópos mély agysebészet az nem ilyen, ott csak egy ember dolgozik, két kéz dolgozik. Nagyon nehéz asszisztensi oldalról megtanulni. És akkor leszakvizsgázol, elkezden a műtéteket, bizony jöhetnek a szövődmények. És hiába hívod a főnöködet, az okosabbat, amit elrontottál, ott nem tudod már helyrehozni. Ez az őrületes probléma. Logikusan következik az, kérek egy diát, hogy hát fiúk, miért nem gyakoroltok nem élőkön? Képzeljétek el, én már ezt ugye egyetemista koromban is rögzült bennem, akkor még csak ilyen gégemetszéseket, meg ilyeneket gyakoroltam, és professzorok mondták, hogy igen, ez jó ötlet maga hallgató, ezt érdemes így ezeket a manuális gyakorlatokat végezni. Hát aztán elkerültem idegsebész rezidensnek, tanulónak, ott is nagy nehezen összeszerveztem a boncterembe ezt a gyakorlási lehetőséget, hát ott megjöttek a professzorok, azt mondták, hogy András, ez hülyeség, élőkön kell gyakorolni. Nem értettem tisztán, de sajnos akkor én még nem voltam megtérésben. És ha nem vagy megtérésben, akkor azok az igazságok, amit ott a lelked mélyén meglátsz, legyen az egy szakmai igazság, nagyon könnyen eltéríthetők. Amikor még a professzoraidat bálványozod, ők az istenek, akkor még nagyon könnyen lebeszélnek téged adott esetben egy jó dolgokról, amit egy kezdő fejjel ottan eldöntöttél. Fölhagytam a boncolással. Teltek, múltak az évek, eljött ez a csodálatos élmény, rendbe jött a életünk 21 évvel ezelőtt, és újra kreatív, intuitív orvos lettem, illetve előtte nem is voltam az soha, az lettem, ugye úgy dolgoztam, mint egy szalonidióta, tudtam a begyakorolt dolgokat, de kreativitás semmi. A bűnben élő ember nem tud kreatív lenni, mert nem lát le az igazság mélyére, nincs intuíció. Az a probléma. Nem tud igazán. Látszólag tud, de hosszú távon semmiképpen nem tud. Na jöttek ezek a kreatív ötletek, és emlékszem egyszer ottan volt egy beteg, hogy a kutyafáját mindenhonnan elküldték az egyetemi klinikákról, de láttam, hogy én ezt az agytumort nem tudom megoperálni, mert nincs meg hozzá a tapasztalatom. De ez a beteg meg akarta, még akart élni fél évet, nem tudom, egy évet, életmeghosszabbító műtét lett volna, és akkor imádkoztam, mélyen imádkoztam, és az a belső hang azt mondta, hogy menj le a boncterembe. És lementem, hatszor megcsináltam ezt a műtétet, hetedszerre megcsináltam a betegnek, nagy nehezen sikerült, és onnan kezdve véremmé vált, minden nap gyakorlok. Most is, ma éppen nem, de pénteken voltam, ha majd hazamegyek, minden nap reggel ott gyakorlok, és egy óriási lehetőség nyílt ki előttem, egy távlati lehetőség. Amiért elmondom ezt nektek, nagyon nehéz ezt átverni a fejlett európai idegsebészetem. Hogy ne élőkön gyakoroljatok. És hiába mondom, hogy
zenészek minden nap gyakorolnak, igaz? Tovább menjünk. Sportolók, hát minden nap edzenek. Nem a versenyen edzenek meg a koncerten. Tovább. És ugye mi orvosok vesszük a bátorságot, hogy élőkön gyakorlunk. És ez egy bevett dolog. Miért nem mennek a bonzterembe? Miért ment Michelangelo, Leonardo da Vinci, Vesalius, Paré, a régi nagyok, miért tudtak ott lenni mindig a halottakkal? Mert nem féltek a haláltól. Miért nem féltek a haláltól? Azért, mert hitték a feltámadást. Európa kidobta a kereszténységet. A tudomány borzasztó nagyot fejlődött, de fél ugyanakkor a haláltól. Hát persze, hogy nem fog menni a bonzterembe, hogy gyakoroljon minden napot sötétbe, akár hidegbe. Ilyen egyszerű a dolog. Spirituális oka van. Ha elmegy a hit, elmegy a tudomány. Ez nagyon nehéz ezt visszahozni, de azért sikerül, most már egy amerikai labba sikerült leközölni ezt az egészen új koncepciót. És még legutoljára, de itt most már azért megy az idő, hogy hogy jön még a küldetés gondolata, kérek egy picit ugrálni előre. Menjünk. Igen, itt jó. Tehát Medjugorjéba voltam 2016-ban, és szintén egy ilyen mély imádságba kaptam egy hívást, találkoztam egy nigériai atyával, és így kerültem Nigériába, hogy ott szervezzünk idegsebészeti missziót. Most már az ötödiken vagyunk túl, hát nem egy könnyű dolog. Légy szíves, pörgesd a diákat, ez még Medjugorje, megyünk. Hát és akkor egy pár diát, de úgyse látják a kedves testvérek onnan hátulról, nigériai képek. Még itt néz ki egy műtő, egy modern műtő, akár itt Marosvásárhelyen, vagy nálunk a Honvédben. Kérek egyet tovább menni. Így néz ki ott egy műtő. Szóval nagyon nehéz körülmények vannak, de inkább azért nagyon fárasztó ám ez a családnak a misszió. És azt szeretném, a Dani, hogy és ebben zárnánk is ezt a házasság heti tanúságtételt, hogy hogy lesz a feleség egy itthoni missziós. Szégyen szemre én soha nem vágytam erre, szóval nem volt nekem ez egy régi vágyam, hogy ilyen hogy nehéz körülmények között dolgozzak. De András mellett megjött a kedvem. Ő annyit járt, és olyan sok szépet mesélt arról, hogy milyen az az önzetlen segítés, hogy lehet, hogy ha tehetem, akkor novemberben én is elmegyek, ha tudok segíteni. De azt mondták, hogy vércukorszintmérésre, meg vérnyomásmérésre én is jó leszek, és hogyha ha ebbe tudok segíteni, akkor az nagyon jó. Nincsenek olyan körülmények, hogy én elmenjek város nézni, mert az atyák nagyon vigyáznak a misszionárusokra, nehogy elfogjanak, és csak a kórház határain belül lehet mozogni. Tehát arról szó sincs, hogy én ott egyedül sétálgassak. Tehát ha segíteni tudok, már pedig ilyesmiben tudok segíteni, akkor örömmel megyek, és Andrásnak meg lelkileg jó, hogyha megoszthatja velem az ottani nehézségeit, mert ott aztán van bőven. Úgyhogy lehet, hogy belőlem is egyszer majd misszionárius lesz. Tehát valahogy így ezekről a dolgokról szerettünk volna veletek megosztani így a házasság hetében, de valóban, amit a Daniela is mondott, hogy az alap, az a ketten vagyunk hármasban, és a mélyen megélt, imádságban mélyen megélt együttlét az Úr Jézussal és a Szűzanyával. Ezt kívánom mindnyájatotoknak, és akkor működik az örök szerelem, még a holtádiglan után is. Köszönöm szépen!